Na szevasztok srácok, üdvözlet mindenkinek a játszótérén, én MakaM vagyok, itt lennék nektek egy Farming Simulator 22 modbemutató videóval, amiben az Upgradeable Factories modot szeretném nektek bemutatni, azaz a fejleszthető gyárakat. De pontosan mit jelent az a Farming Simulatoron belül, hogy fejleszthető gyárak? Hát azt, hogyha fogunk is lerakunk egy gyárat, például mondjuk egy pékséget, mert hogy az... tök jó az összege, meg úgy itt van rögtön a legelején a listának. Szóval itt van egy pékség a számunkra. Ugye ez termel nekünk bizonyos mennyiségű kenyeret, bizonyos mennyiségű rizből, és van neki egy valamekkora raktára mindarra, hogy a kenyeret raktározza, meg mindarra, hogy a lisztet is ugye elraktározza. Na ezt ezzel a moddal lehet fejleszteni, hogyha esetleg neked több kenyérre van szükséged, mert másra is fel akarod használni, vagy éppen jóval több liszted van, mint amennyit ugye fel tud használni a pékség, akkor nem kell azt csinálni, hogy leraksz 2 pékséget, hanem egyszerűen ezzel a moddal lehet fejleszteni. Hogy is működik ez a gyakorlatban, ezt meg is mutatom most nektek. Belépünk magának a pékségnek a termelési részére, hogy itt van például, hogy kenyér, én ezt aktiválom is, bár teljesen fölösleges, de azért aktiváljuk. Ugye itt van, hogy mennyit tud megcsinálni egy hónapban. Ugye az azt jelenti, hogy 2 lisztből lesz 1 kenyér, ugye. Ez azt jelenti, és ez mivel 2160 ciklus per hónap, ez azt jelenti, hogy 2160 liter, ugye a farmingban minden literben van, tehát 2160 liter kenyered lesz egy hónap alatt, 7000 liter tud eltárolni, és lisztből pedig 65000 liter tud eltárolni maga ez a pékség. Ugye itt alul most már feltöltött nektek, hogy van egy új gomb, ez pedig az upgrade, tehát ez azt jelenti, hogyha rányomok, vagy megnyomom az X-et, feljön egy ablak, ami megkérdezi, hogy a pékséget szeretném-e 2-es szintűre fejleszteni 55.000 euróért. Én azt mondom, hogy igen, akkor megváltozik maga a ciklus szám, tehát dupla annyit fog nekünk termelni a pékség, ugye látjátok, hogy 7000-rel megnövekedett a kimenő termékraktár, és a beérkező anyagraktár is 65.000-rel megemelkedett, ugye pontosan annyi valamennyi az előző szint volt. Innentől kezdve viszont minden szinten mindig ugye annyival fog növekedni, amennyi az eredeti volt, tehát a kenyérraktár az 7000-rel, a lisztraktár pedig 65.000 literrel fog növekedni. Ezeknek a fejlesztéseknek pedig az ára úgy alakul, hogyha megfigyelitek, hogy a level 3 már 60.000-be kerül, a level 2 55.000-be került, tehát ez azt jelenti, hogy az eredeti ár 10%-a mindig, ami hozzáadódik a következő szinthez. Ugye 50.000 volt a pékség, level 2-tel szint 55.000, ugye 50.000 plusz 10% az eredeti árnak. Ez így megy folyamatosan tovább fölfelé, mindig azt a 10%-ot fogja hozzáadni a játék, az eredeti ár 10%-át, tehát mindig 5.000 euróval fog kerülni többe, ugye ez már 60.000 euró, a következő szint 65.000 euró, a következő szint 70.000 euró, utána 75.000 euró, 80, 85, 90, és az utolsó szint a level 10, ami 95.000 euróba kerül. Itt már láthatjátok, hogy meg 10-szereztük tulajdonképpen a pékségnek a ciklusát, tehát nem 2400 liter kenyeret fog nekünk gyártani egy hónap alatt, hanem 24.000 liter kenyeret fog nekünk gyártani egy hónap alatt, és nem 7000 literes a raktárja, hanem 70.000 literes, és nem 65.000 lisztet tud eltárolni, hanem 650.000 litert lisztet fog eltárolni, tehát 10-szeres lett tulajdonképpen mind a raktár mennyisége, mind pedig a termelékenysége is. Ugyanúgy 2-1 arányba termeli, tehát ez nem változott, viszont ugye 24.500 liter kenyérhez, ugye nyilván 46.000 liter liszt fog kelleni, ugye ezzel együtt gondolom bővíteni kell majd a malmot is, hogy ezt tud tartani ezt a lépést. Ugye ez tényleg azért jó, hogyha sokkal több a termelésed, vagy éppen ilyen millió literes búzád van, vagy liszted van, akkor nem kell a 2400 hónapokkal szüttyögni, hanem hogyha van elég pénzed, akkor elég gyorsan le tudod ezt termelni. Egyébként ez az upgrade, tehát nem olcsó, ugye azt gondolnád, hogy olcsó, de igazából annyira nem, mert ha beleveszük azt is, hogy megveszed a pékséget, ami 50.000, akkor összesen az 50.000 plusz a 10 szint megvásárlása az 725.000 euróba kerül, tehát jelen pillanatban most ez a pékség, ami itt áll előttünk, ez 725.000 euróba van nekünk, hogy így termeljen 24 000 litert egy hónapba. Ugye nyilván egész gyorsan vissza fog jönni az ára, de azért ezt a 725 000 eurót először elő kell teremteni arra, hogy egy level 10-es pékséged legyen. Egyébként mindennek lehet így emelni, minden gyártónak, ami termel valamit, lehet így emelni a szintjét. Megnézzük például termelésbe, megnézzük a fonóüzemet mondjuk, ez is egy tökéletes példa lesz igazából. Itt a bejárata neki, legyen így a fonóüzem, és akkor ide bejövök a fonóüzembe, ugye itt is itt van például, gyapjúból csináljunk szövetet, anyagot, ugye itt van 1440 liter, nem is tudom mennyibe került most hirtelen, de mindjárt ki fog terülni amúgy, ugye és 66 000 euróba kerül maga a fejlesztés, ez 60 000 eurós épület volt, ugye itt is látszik, hogy a 6000 eurót hozzáadta, most már következő az elugrott egyet, várjatok, igen, tehát itt volt egy kis elugrás itt a dologba, szóval itt már 72 000 lett, ugye megint hozzáadta a 6000-et, a következő szint már 78 000 euró lesz, így van, és így lehet menni föntebb. Tehát, hogyha valamit úgy érzed, hogy nagyon lassan termel, mondjuk ez esetben akár, hozzá tudod igazítani az anyag előállításhoz a szövődét, ugye, ahol a ruha készül, és akkor mondjuk össze tudod egyeztetni, hogyha mondjuk keletkezik 3000 liter anyag, akkor megpróbálod úgy felupgrade-elni magát a ruha, vagy a szabóságot, ugye, ahol a ruha készül, hogy az is nagyjából egy hónapban annyit használjon el az anyagból, és akkor így ugye nincs felgyülemlett fölösleges anyagod, amit nem tudsz elhasználni. Ugye nyilván némi készpénz cserébe, hát azért nem olcsó, hisz az alapot ki kell fizetni, plusz ugye rájön még a 10 % is, minden szinten ugye egyre drágább ez a dolog. Úgyhogy ez nagyjából így működik ez a mod, nem egy bonyolult, és egyébként szerintem nagyon hasznos dolog. Abban tud neked segíteni, hogy tényleg össze tud egyeztetni a különböző láncokat, hogy valami ne termeljen túl alacsonyan, valami ne termeljen túl sokat, mert ha túl sokat termel, akkor azt el is tudod használni, és nem úgy van, hogy tök ingyen, hanem tényleg ki kell fizetni érte azért egy elég komoly összeget. Felmerülhet bennetek a kérdés, hogy oké, működik alapfarmingos termelőegységekkel, ugye pékség, szabóság, malom, stb., de működik-e modos épületekkel? A válasz pedig az, hogy igen, itt vagyok az Arminszuli térképen, ugye a popcorn gyárba, és láthatjátok, hogy 2400 ciklus megy le egy hónapba, tehát 4800 liter popcorn tudok termelni egy hónap alatt, ugye ezt streamben már láthattátok, hogy hogy is működik ez pontosan, és hogyha megveszem rá az upgrade-et, ugye ami itt is 10 % jelenti az eredeti árnak, ugye annyit ad hozzá az eredeti árhoz, tehát 66 000 lesz, akkor már 5160, megint hozzá fogja adni ugye 7920, és így lehet menni szépen fölfelé egészen a végtelenség, jó, hát nem a végtelenségig, de hogy a level 10-es szintig egészen föl lehet menni, ugye 24 480 helyett 27 240 liter, ugye annyi, hogy a termelési költségünk az is növekedett ezzel együtt, meg hát ugye nyilván a raktárak is ezzel együtt növekedtek, alapból ugye ezen a térképen ezeknek az épületeknek elég nagy a raktára, de nem csak ugye gyárakkal működik, hanem ami a termelés ugye opcióba itt van benne, és bele lehet menni, ugye van, ahol van ilyen villáskulcs, ott tulajdonképpen működik, például működik üvegházzal is. Hogyha ide jövök az üvegházhoz, ugye megnézzük, hogy mondjuk a salátának, epernek, paradicsomnak ugye 1536 liter termelődik belőlük egy hónapba, akkor rányomunk egy level 2 upgrade-et, már látjátok, hogy 3302 lett, és 5068, tehát hogy szépen emelkedik fölfelé, ahogy ugye fejlesztjük, úgy nő a raktár benne, tehát működik üvegházakkal is. Tehát a lényeg az, ahol van ilyen villáskulcs, ami tulajdonképpen ugye megjelenik itt a termelés menü alatt, a termelési lánc menü alatt, tulajdonképpen mindent lehet upgrade-elni, az összes épületet, még a kukoricaszárítót is tudom ugye upgrade-elni, hisz hogy itt 72 000 liter kukoricát tudok kiszárítani egy hónap alatt, hogyha ezt upgrade-elem, ugye azért ez már jó drága, de akkor már ugye 154 000 lesz, ugye, 72 000 helyett, meg akkor még egy kicsit upgrade-elünk rajta, már 237 000 liter tudok egy hónapba ugye kiszárítani, szóval egyre többet tudok kiszárítani, de hát ez elég drága dolog ez a fejlesztés, úgyhogy van neki pro-kontra dolga, tök jó, hogy ugye ad valami jó nagy pluszt, de igazából vesz is el, mert hogy elég drága dolog ez a fejlesztés. Úgyhogy srác, igazából ennyi lett volna ez a videó, nem egy nagyon nagy ördöngős mod, egész egyszerű használni, modhubon fent van, de a linkjét lerakom a leírás első sorába, úgyhogy ott meg fogjátok találni, de egyébként ez egy modhubos játék, menetet módosító mod. Én ezeket tudjátok, hogy nagyon szeretem, ezeket keresem is, úgyhogy a közeljövőben számíthattok még hasonló bemutatóra, mert találtam egy-kettő érdekes játékmenetet módosító modot, mint például ez a fejleszthető raktár is, ami szerintem egy teljesen jó újítást hoz a játékba, és a gyáraknak ad egy teljesen új értelmet. Úgyhogy ennyi lett volna ez a modbemutató videó, nagyon szépen köszönöm, hogy megnéztétek, remélem, hogy tetszett, hogyha tetszett, akkor dobjatok rá egy lájkot, és hogyha nem szeretetek lemaradni a további modbemutató videókról, vagy egyéb játékokból készült élőadásokról, akkor mindenképp iratkozzatok fel a csatornára, és hogyha szeretnétek értesítést is róla kapni, hogy valami történik a játszótéren, akkor a feliratkozás gomb mellett nyomjátok be a kis csengőt, és benne a kis pipát is, hogy adjatok esélyt a YouTube-nak arra, hogy tudjon titeket értesíteni, hogyha valami történik a játszótéren. Én még egyszer nagyon szépen köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót, legyen szép napotok, bármikor is látjátok ezt. Én MakaM voltam, sziasztok!